Hát, drága szíveim, kis ünnepi előadás lesz ma. Következő az oka. Sok-sok éve Lóperencián, meg mit tudom én, min is túl, meg a választásokon túl, volt egy csaj, úgy hívták, hogy Sehere Sezádé. Nem. Valamilyen. Na, az arra tette az agyát, hogy 1001 éjszaka elmondott valamit. Na, innen az ünnep. Ma este van az 1400. előadás. Na most, majd mi? Tulajdonképpen nekem kéne tapsolni, mert ugye a mai hülye világban az van, hogy ez nem jött volna létre, hogyha a szponzor, a bugyigyár, meg a kotongyár, az nem járul hozzá. Hát ez teljesen hülyeség, másképpen van. Ha te ide nem jössz be 1400-szor, mehetek én a francba. Na, szóval bejöttél, igen-igen, köszönöm, hogy 1400-szor eljöttél, és igen-igen, köszönöm néhány politikusnak, hogy nem. Későn érő típusok, pedig a visszajelzés ez, ami itt van. Na mindegy. Szóval ünnepi este az ilyen. Régen kezdtük. Hát akkor még más világ, ugye. Kormányok jöttek, mentek. Szóval a kormányok jöttek, mentek. És rengeteg minden megváltozott. Hát mi nem? Azóta hát nem hallasz olyan műsort, ahol nem mondanák tízszer, hogy a sztár vendégünk bejön, és a sztár, másik sztár vendég, és olyan sztár vendég, amilyen sztár vendég. Régen úgy hívták őket, hogy jó nevű úti költség. Most már sztár vendég. Hát itt ma este sztár vendég nincs. Egy se. Mi csak csináljuk a dolgunkat. Ilyen a dolog. Na most a másik, nem egyedül csináltam ám ezt az egészet, csak nekem nincsen szégyenérzetem is, én jövök ki. Tudom, hogy lehetne, hát nincs. Szóval az van, hogy nagyon sokan segítettek ebben. Például az embléma, amíg itt lent volt, rajta van, hogy Malek, Hofi, Szenes. A három szerző, Malek Miklós a zenét csinálja, csinálta, a Hofi nem tudom mit, a Szenes, az pedig a vers szövegeket írta, és nem tudom, hogy elején megfigyelte, de ez régen volt. A kezdő betűk azok olyan fényesen volt. Malek, M, Hofi, H, hiszen S, tehát MHS. Ez még akkor itt volt, tudod? Azóta belegondolsz, hány politikust már a nevét se tudod. Már mind visszament kapálni, és itt meg semmi nem változott. Nagyon szépen köszönöm a műszaknak, hogy minden előadáson áll a díszlet. Hát van, amikor kezdett dőlni, de alapjában áll. Köszönöm, hogy van fény. Nem tudom, ma fölrobban, nem azért fényszóló robbannak. Soha nem tudom, hasonlít a másik hangra. A fegyvernek látszó tárgyra hasonlítani. És igen, köszönöm a hangnak, hogy itt minden rendben volt. Hát remélem, ma is így lesz. Akkor csapjunk bele. Vedd úgy, hogy most durrant. Csak már visszaépítették. Na, honnan is? Ilyen, úgy meg vagyok zavarva, agyamra megy a siker. Na. Szóval, nem azért. Na, hát aranydrága szíveim, ez innen. Aranydrága szíveim, mindenkinek pusszantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Egészség? Adj hátját az Istennek. Hát ez... Én nem találom a helyem ebbe a presszorientált világba. Az van most. Presszorientált világ. Ja, azt mondja, pénzé mindent. Hát pénzér én is, ne viccelj, mert... Ha. Szopok, nyalok, gombot varok, hát álljál. Ha nem? Jaj, várjál, mielőtt elfelejtem. Láttam egy reklámtrikót. Rajta volt. A Fideszre szavaztam.
alá más színnel. Bocsánat. Szóval mondom, hogy nem találom a helyem. Annyi minden történik itt körülött. Ezek a piszkos újságírók, te, azért álljál már meg, hát tudni kellene már, hogy hol a határ. Azért, mert polgári demokrácia van, mint, hát most mit szólsz? Mit írtak itt szegény Dajcs Tamásról? Hát undorító, azért álljunk már meg. Egyszerűen annyit kell megírni, hogy Dajcs Tamás levizsgázott. Nem kell ezzel foglalkozni. Mondom, nem találom a helyem ebben a presszorientált világban. Ja, az van presszorientált, és akkor van pofájuk a televízióban, a rádióban kiírni, meg bemondani, hogy professzionalista. Ezt sem tudom mi. Olyan, mint a presszorientált, csak ez már professzionalista. Na, hogy jobban értsük egymást. Itt vannak az öttusázók. A világon minden érmet megnyernek. Azok ilyen kis szaramatőrök, úgyhogy hagyjál már. Kajak, kenu, szintén mi, vízilabda, szintén. Ők is ilyen senki, nulla emberek. De ez a sok falábú. Na. Ez mind professzionalista. Már a kenguruk is szaráverik őket, érted? És akkor professzionalista. Tehát a hülye nevet kiadta nekik vajon? Lefogadom a Dajcs Tamást. Azt hallottátok, Dajcs Tamást? Bevitték az olimpiai bizottságba. Miért? Aztán rájöttem, ő az egyik karika. Borzasztó. Csak azt mondja a Bocskai, szövetségi kapitány. Mi? Jaj, de hülye vagyok. Nem Bocskai. Bicskei az. Az ünnep elvette az eszemet. Összekevertem azzal, amit a csurka hord. Hát de nem. Amelyik tele van sújtással. Csak azért egy-két sújtás nagyobb lehetne. Na szóval azt mondta a Bicskei, idézem, nem ám én találom ki, idézem, azt mondja, hamar kaptuk a gólt. Arankis kutyám, hát mihez képes? A bíró nem azért veszi be a szájába, mert jó neki. Onnantól az már mérkőzés. Hamar kaptuk a gólt. És akkor van pofájuk, egy professzionalista. Írják ki, mint a németek, hogy Bundesliga. Annak van értelme. De nem. Azért megmondom őszintén, a rendőrségnek könnyebb dolga lett volna, hogyha mondjuk az OTP-ket a labdarúgók rabolják ki. Na, azok nem szöknek meg a harmadik emeletről, nyugodj meg. Ha létrán én is megszöknék, hanem azon a dróton leengedni. Hú, ha vastüdőn nőnek fel, és akkor ilyen... Van egy jó vicc, várjál. Labdarúgó megnősül. Azt mondja az asszonynak, a Juci, mosógyászásodtunk, tudod? Elmondom a programomat egy hétre, Anyuci, hogy mégis tartsad a tudni, mihez tart volt képest, érted? Tartás képest. Na, Anyuci, hétfőn meccs után van egy ilyen kis átmozgató, kis levezető izomfürdő, érted? Kedden van taktikai értekezlet. Dezső bácsi megmutassa, hogy kell befűzni a cipőt. És szerdán van futóedzés egy helybe. Jó. Csütörtökön van két kapura, vagy háromra, nem tudni, de az még nem döntötték el. Na most, akkor pénteken megyünk a meccs színeire, szombaton kis bemelegítés, és akkor vasárnap van a meccs. Hétlen Uci, mondja az asszony. Nagyon jó, hogy elmondtad. Akkor én is elmondom az én programomat. Én hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap
Reggeltől estig. Aki itt van, aki nincs, nincs. Azt hallottad, azt mondja egyik nézni, hogy júj! Napokat csokallod? Ez a csoda egy világ ez. Na, és képzeld el, a rendőrség úgy feldobódott, most volt, most kezdődik a viszkisnek a pere, azt is elfogták. Már másodszor. Azt mondják, három a magyar igazság, úgyhogy még azért ezzel várjuk. Szóval valami irgalmatlan, szóval azt mondja a szóvivő, figyeld, idézem ezt is. 4-5 perccel hamarabb értünk oda, mint hogy odaértünk. 4-5 perccel. Nagyon fölkészültünk a viszkis elfogására, nagyon fölkészültünk, mert előtte megalakult az aperitív bizottság, és akkor rajtaütésszerűen a rendőrautók megálltak az OTP főbejáratánál. Egy. Ja, az igaz, mert a másik az 5-600 méterrel odébb ment. Miért? Hát ott volt keresztbe fal, ami a ütközést fölfogta. A rendőrautó nem volt fék. Ez csúsztatás? Nem. Volt fék, csak óvatosságból a rendőröknek. Nem mondtuk meg, hogy melyik az. Nehogy átálljanak. Szóval nagyon-nagyon vigyázni kell. Ebben a rendőrautóban meg csak egy rendőr ült. Na, ez is csúsztatás? Ne. Egy igen tapasztalt 20 éves rendőr ült benne. Meg egy 19 éves rendőrnő. Annak nem láttuk a fejét. Talán a tűzházba lebukott. Kereste az Uverhart. Vagy a szonda Ipsoszt az. És a szonda Ipsoszt volt. És igaz, hogy a viszkis megsérült? Ne, ez csúsztatás. Ne, annyira vigyáztunk, hogy a viszkis ne sérüljön meg, hogy még magunkra se lőttünk rá. Pedig ez rendőrségi belkeken belül nagyon ritka az ilyen. Nagyon ritka. A rendőrnő az megsérült. Hogyan? A nyelvit becsípte a cipzárt. Az volt. Amikor a sérülésről volt szó, megjelent ez a halálmadár csaj. Jaj, a forró nyomon. Jaj. Akar, akkor telefonáljon, ha akar, akkor írjon. Ha nem akar, akkor akarja. Jaj. Ha milyen világ ez, te itt? Itt csak amiből folyik a vér, annak van értelme. Az anyád kalapács ütése agyon ütötte, és a tüdején a szíve átment a másik oldalára. Gizi, nyugodj már meg. Hát már főcím itt kezdődik, hogy RTL Klub. Hát most gondold el. Szervusz Péter, szervusz Józsi, Józsi Péter, szervusz Károly, Károly szervusz Józsi Péter, Károly. Fiúk, lesz műsor is, vagy csak az etikett? Nagy József, RTL Klub Budapest. Tudom, én kapcsoltam oda. És azt mondja a riportet, vigyek. A rendőrség a viszkist lefektette. Én ilyen vizuális típus vagyok, tudod? Már vártam, hogy bemondják, hogy előtte 400 grammot szopott. Majd hármat büfizett és reggelig aludt. Szóval eszeveszett világ ez. Nem találom helyem ebbe a presszorientált világba. Kerény Imre, igazgató úr. Ő a főnököm, ne viccelj már. Nem tud semmit a Kerényiről, még mindig ő a Madách Színház igazgatója. Hát igaz, hétvégén nem dolgozik a Fidesz. Ha otthon nem, egyébként. Szóval csodák vannak te. Mindenkit kirúgnak a fiúk. Mi? Annak idején Dajs Tomika, képzeld el, kirúgta a FIFA-t, a MIFA-t, az MLS-t, a Kovácsot, a nem Kovácsot. És akkor meglepődtek, hogy most nem mi kaptuk a labdarúgás rendezési jogát. Hát nem.
Úgy látszik, a FIFA nem Fidesz közeli, mi? Akkor a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóját, Csórikámat, majdnem a halálba kergették. Hát mert ért hozzá. Hát van olyan, aki ért hozzá, no. Tudod, miért rúgták ki? Azt mesélek, hogy állítólag a Nemzeti Parkban valaki bepó fátlankodott. Mindenki kirúgott. Katona, miniszter úr. Előtte két nappal nagyon jó fiú volt még. Ő mondta, az igaz. Hogy kint voltunk a gáton. És gigászi küzdelem volt a gáton. Kint volt? Viktorka is. Hát az mondjuk az helyes. Persze, csak azt nem tetszett, hogy katona ruhába. Hát azért álljunk már meg. Ahhoz először sorozás kell. Na mindegy, kiment a gátra, az is igaz, másnap visszament a víz. Kész, elég volt. Hát ahogy kell. Szóval mindenkit kirúgnak. Ami Viktorkán, képzeld el, jár operába, azt láttad? Tévében mutatta, nem van valami hülye humorista itt keveri azt tart, hogy mindenfélét kitalál. Nem, Viktorka mesélte. Jó, úgy látszik, helyre akarja hozni a imigájét. Na, ne nehezítsem, image. Olyan szépen indultunk, gyerekeket. Jó? Kezd komolyá válni a téma mindjárt. Ne, nyugodtan. Na, szóval, képzeld el, azt mondta Viktorka, szépen kiöltözködve, csokonynak kendőt kölcsön kapta a Bodrogitól. Ezen nevez, a Bodrogi úgy megsértődik. És akkor mutatta a kisfiának, hogy na, azt mondja, a gyerek, figyelj, olyan vagy, mint a Miki Egér. Egy ilyen gyereket hogy meg lehet szeretni, mi? A nagy beszéd pedig, operaház, március iddusán arról beszélt, hogy a nők is kivették a részüket a 48-as forradalomból. Hát három női nevet sorolt föl. Lepstücke, Mária, de egyik megmondott még két női nevet, de hát nem stimmelt, mert az a kettő már férfi volt. Azt nem értem, aki a miniszterelnök úr beszédeit írja. Hát miért nem olvassa el, hogy hát a hülyeség van benne. Én nem tudom eldönteni, mert nekem nincs annyi eszem, de ő, aki írja. Hát azért, hát gondold el, mert ilyenkor három nő és ebből kettő férfi. És akkor minden fölmerül bennem, hogy most akkor hogy van az a... Mert ugye a három gyerek meg a három szoba, az rendben van. Az a négy kerék. Hát akkor az a mi van? Szóval csodák, és akkor Viktorka ment volna először életébe Kanadába, mert eddig mindig lekérte a repülőt. De annyi ember veszi körül, hogy nincs egy, aki mondaná, hogy... Mennek a kányák. És ilyenkor aztán mindig valaki röpül. Én sem vagyok nyugodt. Itt jár a pofám, gondold, de rohadt kommunizmust megúsztam. Aztán majd most a polgári demokrácia viszel. Hát az nem igaz, hogy ne találjanak egy öregedő, kopasz, kövér, ősz, jóhumorú embert a Tordján családba. Nehogy már pont ehhez ne értsenek. Ha tele vannak töki gikúval. Azért nagy ember volt, aki a hazánkat felajánlott a Szűz Máriának. Most lehet észrevenni. Hát ha Szűz Mária nincs, akkor biztos, hogy elvállalja az elnökséget.
lett volna még egy tatárjárás. De most nem. Ja Istenem. Pedig már tudod, miket meséltek? Amikor a múzeum eladta koronát a parlamentnek, átvitték. Hát igen, de előtte perka. No, na, majd ingyen, adjad már. És azt mesélték, hogy a király jelölt. Na, így jó ezt csinálni, amikor lap ide, lap oda. Na, szóval a király jelölt állítólag beoszlont esténként a parlamentben. Bizony. Én reggel láttam egy tévéadásban, ilyen volt a haja. Fölpróbálta, biztos. Jó, és a színverésem megállt, amikor bemondta az egyik híradó, hogy elképzelhető, hogy be fog fagyni a Duna. Jaj, Istenem! Szóval csodák vannak. De hát majd csak átvészeli a magyar nép, ugye? Hát, ha lesz valaki más, hát. Mert csapást azt nagyon nehezen visz. Ne haragudj, de nem tudom könnyek nélkül elmondani. Szóljál, és akkor meg se szólalok, csak hogy képzeld el, olyan hónapja körülbelül. Kaptam az értesítést, hogy az MDF-ből kilépett Demeter Ervin. Nem élem túl. Jaj. Mindig a magyar népet éri a csapás. Kilépett Demeter Ervin. Ervin. Hát ki nem szarja le, hogy te hova lépsz? Hát álljál meg! Hát itt nincs olyan, hogy párthűség. Egyik nap még fradista, másik nap már az MTK meccsre megy. Őt hívják például megélhetési politikusnak. Én a rossz kurva, ebben már ültem, ebben még nem ültem. Demeter Ervin kilépett. Jaj. Dögöljek meg, én nem tudom azt se, hogy eddig benn volt. Kilépett Demeter Ervin. Na. Tovább kell élni, Géza, tovább. Jaj, Istenem. Ha mondom, pénzén mindent. Kerény Imre, igazgató úr. Mondtam már, nem lehet elégszer mondani, na. Ő is pénzé mindent. Átépítette a madácskamarát, aztán meg a nagymadácsot. Ja, várjál, fontos. Az építkezéshez nem a postabank adta a pénzt. Ezt se értem ám te. A postabank vezetését úgy puff, kivágták. Orbán Viktor jött, menedzsment. Nekünk a CIP bank adta a pénzt. CIP bank. Onnan tudom, hogy a CIP bank adta a pénzt, mert ahogy jött a pénz, egyre kicibb lett. Úgyhogy mondd meg Ödönnek, hogy ezt a bank. Hát nem. Hát te ezt érted? Mondd meg Ödönnek. Ki a kurva anyja ez az Ödön? Hát mindent neki kell megmondani. Valakinek a vége az biztos. Mondd meg Ödönnek. Ödön, dögölj meg! Ez mondd meg. Szóval eszeveszett. Nem találom a helyem ebben a pösszörén. Vannak ezek az utazási irodák, képzeld el, a magyar embert kiviszi külföldre, de igen, okosan, vissza már nem hozzák. Ott is megyünk Európába, hát mindenkit kújtorogni, ne csináld már. Van külön egyezményünk, majd ott átmennek. Ja, hol, Seggednél. Magyar ember mindig arra jár, seggedi egyezményes.
Hát megyünk Európába, kötőszavainkat visztük magunkkal. Egy magyar ember mire menne bazd meg nélkül? Ha agyam fő tudná, igaz agyam sincs, de nem tudom fölfogni. Képzeld el, hát tesztük az agyunkat, hogy mert az igazi magyar ember, mert a valódi magyar ember. A világon ilyen sehol nincs. Senki nem mondja, hogy az igazi japán, meg a... De igaz, japán. Igaz, meg is vannak jelölve, rendelkezik. Ferd a szemük. És itt úgy rázzák a rongyot. Most volt a Magyarok Világszövetségének a választása. Hát te, kitalálták a csodák csodáját. Az, hogy olyan sima magyar valaki, az olyan snassz, mi? A magyar-magyar. Az már valami. Hazajön Los Angelesből, a magyar-magyar, és akkor kérlek szépen, ott anyanyelvi konferencia, azt mondjam, well. Na nem tud angolul se többet, meg magyarul se. Well, se sem mondani, mondja az előadónak. Hogyan kell leírni? Törölköző, vagy türülköző? Hát mennyi van eddig leírva? TH. És ez akar itthon szavazni, hogy én mekkora szarba éljek. Hát álljál már meg! Hát azért... Hát majd én eldöntöm, én már... Repülőgépen a magyar-magyar megkapta a reggelit a stewardesstől, azt mondja, oh, what is this kerek? Zsömlete, barom! És még valami, ez a bazmegolás úgy terjed, ha nem az egyszerű embereknél, mert ugye ott még okuk is van rá. Parlamentben, gondold el, ülésterem, azt mondja a képviselő úr, doktor képviselő, idézem. Bazd meg. És amikor megkérdezték tőle, hogy ezt kinek mondta? Magamnak. Szinten van, mi? Vagy a másik, ezt is idézem. Kis gizda képviselő. Parlament, megint ülésterem. A magyarság érdekeit! Ez bancsó! Bancsó! Gyerekkoromban Veszprém megyében ilyeneket legeltettem. Csak akkor nem ment mindegyik képviselőnek, mert van, amelyik már akkor több tejet adott. Várjál, mi rosszabb a sörhasnál? A pizza hát. Na, drágaim, ennyi volt a bemelegítés. Eddig rendben vagyunk, mert ha mondjuk magunknak mondanám, akkor azt mondja, rendben van, de nézd meg, ez a két hosszú mikrofon itt két oldal, lemezgyár is veszi. Hungaroton. Nem, erre nem kell tapsolni. Majd fizet. Vagy nekem tapsoltál. Na, szóval a legborzasztóbb este az, amikor az a hülye hó először leesett. Te, semmi bizalom nem volt irányomban, ilyen. Próbáltam, hogy minden, amit a mostani televíziókban csinálják, hogy a csupa kőszívű ember fiai, meg minden. Olyat nem vették. A végén már be kellett mondanom, hogy elnézést kérek, hölgyeim és uraim, de nem itt veszik fel a hómunkásokat. Akkor vannak ilyen bemelegítő patronok. Most ezt figyelj, ez egy szüreti vicc, figyelj. Vasúti csinál, rajta van két szem szöllő. Azt mondja egyik szöllő a másiknak, hogy mikor jön a vonat? De most? Ez meg egy rövid, várjál, ez egy rövid. Hogy hal meg a tűzoltó? Elég gyorsan.
ez nem olyan. Nem, ez nem olyan jó. Majd levágjuk a lemezről. Nem. Most figyelj. Temetőben van három sírhalom, azt mondja a beszélő. Hát kérem, olásson! A 8. kerület legjobb itt a piros, hol a piros játékosok? Így nyugszik. Vagy itt. Tegyék meg a tétjeiket, mert lehet, hogy ott. Jaj. Keleti pályaudvar előtt. Mondom is, hátod. Karórákat árulnak. Azt mondja a vevő, azt főpróbáltam. Főpróbáltam karórát. Beül a kocsijába, egy... A kurva anyádat elvitted beszerzési áron. Hát Jézus! Most ez egyszerű. Jaj! Jaj! Na, beteg lettem, gondold, eltöltöttem évi rendes betegségemet, és a jó létesült sajtó megírt, hogy vakbélgyulladás. Hát régtig hasnyálmirigy gyulladás volt, megoperáltak, végigvágtak, illetve majdnem. Na most... Igen, majdnem. Nehogy kicsorbuljon a sziké. Mondd meg ödönnek ezt is. Na, hülye majd irigykedik. Na, szóval, azt mondja a sebész, hogy ketteske, egy ágy a szobába feküdtem. Aztán később tudtam meg, hogy miért volt. A sebész mondta, hogy ketteske az zuhanyozóba. Ennyire érezni. Bementem, ne legyen feszkó. Hát te, hölgyek, nem akarok itt disznókodni, de nem tudom másképp elmesélni. Figyeld, jövök ki a dusbát bitéből. Te, egy felfedezés. Tükör előtt ilyen. Gőzös volt a tületet. Ha hiszed, hanem a műtét óta. Te vagy a sebész? Vagy téged is műtöttek? Na, kollega, szóval akkor ketten meséljük el, hogy ha hiszed, hanem a műtét óta, elő van a seggem. Hát ilyet? Mert ugye eddig volt egy hasam, most van két hasam, meg ez a demarkációs vonal el. Hogy a hátsót megtartották-e, nem is tudom. Szóval valamilyen, na most újságírókról beszéltem, ott fekszem, gondold el. Csövek lógnak belőlem mindenhol. Hát te is voltál már ébredő magyar. Na most... Az ember azt várná, hogyha valahol valaki jön, hogy ilyen kip-kop, kip-kop. Elnézést kérek, újságíró vagyok. Hát Európa fele ilyen hülyeségeket beszélnek. Hát Kamcsatkán nem, de hát mi nem arra megyünk állítól. Na kérdez, de hogy kip-kop, kip-kop, ehelyett pof az ajtó, kicsapódik, sajtó! Csövek lógnak. Menj az édesanyádba. És másnap megírták, hogy Hofi kéri, hogy ne látogassák. Szóval a nyugdíjas azt mondja, halló, Luizika, tessék, Luizika! Postás elment már? Még nem, de már nagyon liheg. Kérdezed, várj, várj, ezt elmesél, várj! Még
kettő van, aztán hagylak békén, várjál. Amikor a múltkor az MSZP felszívta a vizet, pedig már vízük sincs, na mindegy, és kivonultak a parlamentből, azt mondta Viktorka, hogy nem érdekes, a parlament működik ellenzék nélkül is. Igen. Csak kérdem, annak idején rájött Rákosi elvtárs is. Ezt az ödöm mesélte nekem. Szóval valami, hogy tegyedem, Ligeti padon ül két vak részek. Durva, mi? Akkor finomítok, várjál. A padon ül két részek vak. Így is olyan. Nem akarok én senki sem bántani, de nekem van erkölcsi alapom, hogy ilyet elmeséljek. Hát, mert részek már voltam. Vak meg leszek, úgyhogy... Na, az egyik vak azt mondja, hogy... Azt mondja, egyet nyissál nekem is. Na, várjál, még egy van. Még. Látod, mindjárt hangulat fönn van, le van szarva a politikát, néptétel. Na, gondold el, két férfi veszeket, azt mondja egyik a másiknak. Mi a foglalkozásod? BT-n van. Na jó, de mi a foglalkozásod? Most mondom, BT-n van. És? Na, várjon, hogy jobban értse. BT-n van, azon belül pedig orális szolgáltatás. Mi? Ennyire nem érti. Orális szolgáltatás. Na, akkor ez a szopás. Na, hogy jobban megértsem. Mi a maga foglalkozása? Én targonca vezető vagyok a Csepel Vas és Fémművek 2-es üzemegységében 25 éve. Havi 10.000 forintot fizetéssel, és csak éjszakai műszakban dolgozom. Na. Ez a szopás. Három rendőr, ezt figyel. Három rendőr, beszéket, azt mondja az egyik. Az a gyanúm, hogy az asszony megcsal egy teniszezővel. Miért? Honnan gondolod? Ágy alatt volt egy teniszütő. Az anyját. Akkor engem meg egy golfozóval. Csak nem golfütő volt az ágy alatt. De, harmadik. Mi van? Akkor engem meg az asszony megtölt egy lóval. Mi van az ágy alatt? Zsoké. Na gondolod el? Azt mondták, képzeld a híradóban, hogy ez a napfogyatkozás, nagyon komoly tudós emberek mondták, hogy nagyon ritkán van ilyen. Vagy én vagyok sűrűn részeg, mert... Mihez képest sűrű, mi? Hát minden nap van. Sőt, valamelyik nap van, másnap is. De az már kurvára fáj. Na most kérdez... Szóval nagy hatással van az állatokra is a napfogyatkozás. Tudod, hányan mentek le Siófokra? Kivette az apartmant, érted? Jó pénzért, hogy meg tudja nézni, amit nem is lehet látni. Ha meg látja, akkor megvakul. No? Szóval nagy hatással volt az állatokra is a napfogyatkozás. A medve, az például berúgott. De úgy emberesen, rendesen. Ott fekszik a medve, megy arra a nyúl, de összeverte a medvét, te ilyen popfúzó. Másnap jön vissza a nyúl, a medve még mindig ott fekszik. Megint összeverte. Na, azonnal riadó volt, összehívták az erdei tanácsot, meg a polgári védelmet. Mert azt mondta a Viktorka, a közbiztonság nálunk kitűnő. És nem röhögte el magát. Az az ember meri ezt mondani, akinek a kormánya minden tagja alól, már kiloptak egy-két autót. Kedves felesége is gyalogjárt. Kérdezd el. Azt mondják, azért van a kormányban, hogy két új miniszter, mert a garázsban találtak két autót.
kezdjük. Na, túladni rajta. A medve kivert meg. Hát, És? Tudsz adni személy leírást? Hát ez a... Azt mondja a nyúl, na csiga, szorul a hurok. Hát aztán valamilyen... Kérdez-e? Tó partján a víz tükrébe nézi magát a nyúl. Ja. Azt mondja a róka, mi van? Kubertáskori pattanások? Pattanás? Hülye! Sörét! Szóval a tévé híradó az valami csoda, te. Azt megnézed, ilyen lesz. Borzasztó. És ugye én a kis hülye kőbányai proli, hát azt hittem, hogy aki nagyon művelt, meg nagyon bölcs, meg nagyon okos, az elmegy politikusnak. Előjött a kérdőjel. Na, egy-két példát nem én találom ki, megtörtént. Fidesz közeli, ezt nem rossz májúságból mondom, nem tudok mást mondani, mert az. Csak az igaz. Na, szóval politikusok. Szombathely polgármestere. Le akar doktorálni. Hát ahhoz meg nyelvvizsga kell. Ezt én nem tudtam, nekem is úgy mondták. Csak én nem akartam doktorálni. És hogy ilyenkor az ember azt hiszi, hogy hát művelt ember, meg hú, meg minden, hát minimum hiányzik az angol, német, francia. Tudod, meg hiányzott az orosz. És akkor mondták neki, hogy mondjon le. Nem mondom. Dolgozni aztán. Na, mindjárt a másik oldal, MSZP. Pécs polgármester. Idézem. A Fidesz. Kapja be. Hát érdekes megközelítés. Most, hogy megyünk Európába, hát azért politikai kultúra az úgy finomul. Fidesz, kapja be. Hát nem mondom, megoldásnak megoldás. Csak hát hogy szabad be egy kormányzó párttal így beszélni, a Fidesz kapja be? Hát hagyni kéne valami választási lehetőséget. Fidesz kapja be, vagy nyalja ki. Hát ez... Hát ez egy... Amen. Szóval valami. Csuda. És az ember nézi a híradót, csőstől jönnek ezek. Hát a földön nincs ennyi. Jeszenszky úr. A nagy nyugodt erő. Aki most már csak két csipet csapat. És már nem MDF, mdkeresztényffdm.hu. Levelet írt a lelkem, hogy tisztességtelen emberek kinek adták oda a Wurlitzer díjat. Mi van? P-vel? Pornográf. Belém akar kötni, láttam. Szóval demokrácia van. Annak adják oda, akinek akarják. Hát ebben nem lehet belebeszélni, még pofázni se. Ugye? És akkor a Fidesz védte, hogy jaj, hát a levelet nem úgy írta, mint nagykövet, hanem mint kiskövet. És ez nem a kormány véleménye, nem, ez az ő magánvélemény. Igen? Hát akkor én sem mondom tovább a hivatalos véleményemet. Írói munkásságom egy részét teszem közzé. Hogy? Egy ilyen, a Jeszenszky úr, hogy lehet nagykövet? Tudjuk. Hogy milyen demokrata, az kiderült a leveléből. De amíg élek, nem tudom megérteni, hogy egy ilyen Jeszenszky. Hogy lehet, Géza?
Hát, no, másik téma. Pelikán úr a gátőr. Istenem, az ennek a simliskának milyen keze van, mi? Elsőre őt választotta, ezért. Ő lett volna adórendőrség, atya istene, tudod? Ment volna hozzátok meg hozzám, hogy mit lapott? Először talán csöngesbe anyádhoz, jó barát. Borzasztó. És akkor hallottad, tévében beszélt, nem tudom. Milyen színű az arany? Nem tudom. De hogy számlát kelljen adni, hát most hallom először. És amikor vége volt, te is láttad, elegánsan felállt, és bement a szekrénybe. Hát az ilyenek ott a helyen, nem? Éjszaka dörömbölnek az ajtón, azonnal kinyitni, adórendőrség. Ne dörömbölj, hát éjszaka van, különben se veszünk aranyat. Tudod, mi az adórendőrség? Tudod, mi az adórendőrség új címere? Pedikán csőrében aranygyűrű. Ne tüntess, csak tapsolj. Szóval én meg hűlök. Tudod, a legjobban mi hűlít ezek az új tévécsatornák. Régiek is. Hát ez ennyi fos honnan jön? Az is rohadjon meg, aki ide behoz még egy brazil sorozatot. Hát ez az egyik. José Don Padrafos. Reklámuk, figyeld. Saját gyűjtés. Te is ismered, de ez legalább deréktől fölfele szól. Sága sejem, Sonka. Friss szeletelés és friss szeletelt csomagolás. Aki ennyire beszélt hibás, hát azzal miért nem azt mondatják be, hogy hurka? Abban nincs benne az a kurva S betű. Na, rádió, figyel. Sláger rádió. 60-as. 70-es. Sőt. 80-as. Ha elmerészelsz menni 100-ig, tökön szúrom magam, hát egy irgalmatlan. Idősebbek emlékeznek még rá. Takács Mari, Varga József, két szuper bemondó volt. A foglalkozásukhoz értettek. Ha megszólalt innen irodalom, kultúra jött belőle, hát fog pöszmösz, lösztösz. Hát akkor egy ilyen pösszet össze megszólalt volna, ujjjjjjj. Az ország fölbojdult volna, hogy ezt vajon ki Hát mert különben hogy kerülne be a tévéhez? Mit gondol? Egyetemről mi? Bölcsészkar, az indián szak. Na, drágáim! Ha mondjuk úgy jön neki a lépés, hogy 2000-ben a munkahelyed nem várna meg, nem kell odafigyelni. A humorodat ne veszítsd el, ez a lényeg. Nem kell foglalkozni a politikusokkal, á? Ők se foglalkoznak velünk. Hát. Ha mondjuk egy kormány elmegy, érted? Csak azt vihetél tőlünk, amit ő adott. Úgyhogy mindenünk megmarad. Azon gondolkodtam, hogy a legközelebbi választáson elindul. Ha nekem nem kéne ilyen kobogtató cédula, hogy szavaz rám, haj. Anyádból hajadon csinálok, szavaz rám.
Hát nem hiszem. Ha fele néző rám szavaz, megnyerem Ausztriát is. Hát álljál már meg. Szóval valami irgalmas van. Na most, azért mondom neked, hogyha valami problémád van, mit tudom én, tudok egy jó nótát, ki segít? Az a címe, gondolj apádra, ha rákerülsz a lapát.